Sziasztok! Most ismét elővettem az akkumulátoros fűgyűjtős fűnyírót, ugyanis megelégeltem, hogy erről a fáról nem csak a dió hullott le, hanem a falevelek is, és feltörve jó néhány diót azt tapasztaltam, hogy rengeteg benne a kukac. A héj az tele van kukacsal, megfeketedett, tehát sajnos a mifánkat is utolérte ez a korság, ami Magyarországon most sajnos jellemző. Így hát nem tudunk mit kezdeni a dióval, összegyűjtöm, megszárítom, és a kazánban tüzelőanyagnak fogjuk használni. Nincs más lehetőség sajnos, és itt az utánfutóban gyűjtöttem össze, azért, hogy ki tudjam szárítani. Ebben még nem olyan sok a falevél, most már még több falevél lehullott itt a viharban, és hát ezek eltakarják és gátolják a száradást. Ezért most úgy döntöttem, hogy kipróbálom, hogy a dió fölül, hogyha magasra állítom a fűnyírót, akkor le tudja elszívni a falevelet, és így sokkal könnyebbé válik aztán az összegyűjtése, meg sokkal könnyebben ki tud a talajon is száradni a dió. Nézzük is meg! Tehát a hetes állásban legmagasabbra állítottam a fűnyírómat, elég sokat összedarál, és ki is fújja, még akár ezen a szöveten keresztül is. Így összemulcsolja nekem, az is jó, csak ne legyen ott a dió között, amikor összegerebízem. És nézzétek meg, hogy erről a területről már összegyűjtöttem, nagyon frankon felszívja a faleveleket, és itt maradnak önállóan a diók, tehát a diót azt nem bántja. Ezt már jobb lenne a Stiga fűnyírótraktor fűgyűjtőjével összeszedetni, de az a baj, hogy azzal pedig összetaposnám a diókat, így tudok rá ügyelni, hogy amikor tolom a fűnyírót, akkor ne törjem össze a diót, mert akkor még nehezebb összeszedni. Azért lesz köztük egy-két olyan darab, ami még használható, úgy látom, és azért is nagyon fontos összegyűjtenünk a diót, ezt sose felejtsétek el, mert ilyenkor rengeteg a rágcsáló, és sajnos ilyenkor begyűjtik télire, és ezen a területen maradnak, amit ugye nagyon nem szeretnénk, hogy ők kihúzzák a telet a mi házunk mellett, és aztán majd, amikor elfogyott ez az ennivalójuk, és akkor bejöjjenek a ház melegébe. Úgyhogy nézzük is meg, hogy ezt innen el tudom-e tüntetni fölülle. Közben Döncike itegerészik mellettem. Most már abszolút nincs rá szükség, hogy a távirányító a kezembe legyen ennek a sípoló nyakörvének. És most már tudja, hogy hol vannak a határok. Nézzétek meg, hogy abszolút betartja. Legalábbis bízom benne, na nézzük meg, hogy önmagától át fogja ellépni. És egyszerűen nem is értettem azokat a kommenteket, amikor föltettem ezt az oktatás segítő nyakörvet, hogy nézzétek csak, hogy néz. Tudja, hogy ott van a határ, és átment rajta. Nem. És ennyi. Most ő feszegeti a határait, de már nincs szükség a nyakövre. Ott van a nyakában, távirányító itt van a zsebemben, de most már egyáltalán nincs rá szükség, hogy használjam. Elég a vezényszó is. És azért nem értettem a reakciókat erre a videónkra, bár alkalmas a nyakörv arra, hogy akár ilyen apró elektrosokokat adjon a kutyus számára, de soha nem használtuk, sőt a videóban sem látszott ilyen, nem is hangzott el ilyen, hogy mi erre használnánk. És mégis olyan kommenteket kaptam, hogy egyszerűen nem értettem, tehát hogy inkább a nemesbik felemre kötnék, meg hogy 220-at kéne vezetni a kilincsembe, és a többi, bár többen bevallották, hogy igazából csak trollkodásból írták, és csak azért jöttek ide a csatornára, hogy trollkodjanak, és ezért nézték és azért kommentelték ezt a videót. Viszont nagyon-nagyon meglepett ennek ellenére, mert szerintetek úgy tűnik ez a kutya, mint ami retteg, meg rosszul érzi magát, meg félelemben él, tehát nincs itt most a Samu. Érdekes, hogy amikor itt a szomszéd kutya, akkor összevész vele, most pedig várja, hogy jöjjön. Gyere Dönci, keressünk egeret, jó? Őt most jobban érdekli a szomszéd kutya és a területe feltérképezése. Ugye naponta többször is kijövünk ide, akkor itt kerti munkákat végzek, meg itt a diókat gyűjtjük be. Ő pedig néha fog egy-két rágcsávót. Na jó, hagyjuk egerészni Döncikét, és térjünk vissza a diófa levélhez. Nézzük, mit kezd az ilyen nagyobb kupaccal.
Ezt is simán felszippantja. Na nézzük, mit gyűjtött össze. Egy-két csalán is belekerült. Íme itt van bedepózva a falevél, amit összegyűjtött. És így néz ki, ugyanaz a terület, amit az előbb falevelesen mutattam. A diók ott maradtak a helyükön, össze lehet őket szépen gerebézni. Néhány darab levél maradt ott, ami vagy be van ékelődve a fűbe, vagy rajta van éppen a dió, és ezért nem tudta felszívni, de szerintem 95%-át a levélnek összetett a fűnyíró. Nincs szükség lombfújóra, semmire, hanem ezzel tökéletesen be lehet mulcsolni, és aztán beletenni akár a komposztba, illetve amire mi most használjuk, a szárazalom WC komposztjába kerül, ez el lesz földelve, és aztán másfél év múlva teljesen földé válik. Közben itt a tereprendezés során néhány bodzabokrot ki kellett csapnom, ki kellett ásnom. Ezeknek a galjait látjátok most itt, és most ezt fogom földolgozni, szintén nyesedéknek. Ezt majd vagy mulcs lesz belőle, vagy beleteszem a komposztba, de az is lehet, hogy kiszárítom, és jó lesz télen tüzelőnek. Most ezt a gépezetet használom hozzá, és mindig bajban voltam, hogy mit is tegyek alá, amin át tud hatolni a levegő, viszont megmarad benne a nyesedék, és erre most tök jól alkalmazható a kis villanyfűnyíró fűgyűjtője. Ebbe gyűjtöm most a nyesedékét, és tök jól működik, úgyhogy lehet, hogy el se adom. Nos, ennyi volt ez a rövid kis videó, remélem tudtam nektek ötletet adni a falevél összegyűjtéséhez és a dió összeszedéséhez. És Döncike tök jól érzi magát itt velem a kertben, ő is dolgozik. Legyen szép napotok, sziasztok!